Köszöntöm azokat, akik éppen ezt a kis filmet nézik. Dr. Szabó Péter vagyok, a Kodály János Főiskola egyik alapítója, jelenleg rektora. Az intézményünk éppen 25 éves. Ez a 25 év, hogyha visszatekintünk, nagyon izgalmas volt, és megmutatja, hogy miben más a Kodály János Főiskola, mint a többi magyar felsőoktatási intézmény. Például sok mindenben elsők voltunk, hiszen egy magánintézménynek mindig innovatívnak, kreatívnak kell lennie, és gyorsabban kell fejlesztenie, mint egy nagy tradíciókkal rendelkező állami intézménynek, bár a 25 év az most már nekünk is néhány tradíciót fel tud vonultatni. Az egyik ilyen, hogy első között vezettük be a kreditrendszert, pontosan azért, hogy külföldi hallgatóink is lehessenek. Kiválóak vagyunk az Erasmus hallgatói programban, amióta ebbe beléptünk, azóta Magyarországon az egyik legjelentősebb Erasmus partnere vagyunk sok-sok felsőoktatási intézménynek. Olyan pedagógiai módszerrel dolgozunk, és talán ez a legeslegfontosabb, amely 2014-ben Európai Innovációs Díjat is kapott, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy ennek a modellnek köszönhetően, és a mögötte lévő filozófiának köszönhetően a mi diákjaink a magyar felsőoktatás átlagánál sikeresebb friss diplomások, nem csak az elhelyezkedési mutatóink nagyon jó 90% fölöttiek, hanem az a több mint 20 ezer diplomás, ha megvizsgáljuk az ő eredményeiket, akiket a 25 év alatt eljuttattunk a diplomái, nagyon-nagyon magas szinten állják meg a helyüket a világban is, Magyarországon is. Mindez, amit az imént elmondtam, nagyon fontos, de hát ennél sokkal részletesebb információkat megtalálnak a főiskola honlapján, Facebook oldalainkon tudnak tájékozódni. De én apaként tudom azt, hogy akörültem legjobban, amikor a fiaim örültek annak, hogy jó tanulni, amikor a fiaim jól érezték magukat az iskolájukban. És mi ennek a körülményeit szeretném megteremteni, és sikerült, úgy vélem, hogy sikerült megteremtenünk. A mi diákjaink szeretnek a Kodolány János Főiskolára járni, mert a tanulás nem kényszenvedés, hanem közös munka és öröm.